Felvételi. Több mint 3700 diák vett részt az írásbeli vizsgán szombaton a megyében. Koronavírus. Kevesebb a beteg a kórházakban, de nagy a nyomás az egészségügyi rendszeren. Érdeklődés. Nagyon sokan vettek részt a jégpályák éjszakája debreceni programjain. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója a Napszemle. Január 23-a vasárnap van, már is jövünk a hétvége híreivel. Szombaton írták a diákok a középiskolai központi írásbeli felvételit. Magyar nyelvből és matematikából adtak számot tudásukról. A koronavírus járvány miatt szigorú óvintézkedéseket vezettek be az intézményekben. Hajdú-Bihar megyében 9. évfolyamra mintegy 3000, 6 évfolyamos képzésre 750 tanuló jelentkezett. Még egy utolsó jó tanács a kezdés előtt. A diákok maszkban mentek be az ajtón. A koronavírus járvány miatt a szülők azonban nem léphettek be az épületbe. Igazából a matematikával úgy gondolom, hogy nem lesz probléma. Az jól megy neki. A próba felvételiket azokat nagyjából jól teljesítette. A magyarral kellene. Hát a mai gyerekeknek elsősorban szerintem a szókincsük az, ami gyenge, úgyhogy minél többet kellene nekik olvasni, és akkor felkészülni. A tanulók magyar nyelvből és matematikából vizsgáztak. A feladatok megoldására 45-45 percük volt. Matek elvileg nehéz volt, tehát ezt nem vannak, de hát a vizsga után a gyerekek megbeszélték tapasztalataikat. Mindannyian örültek, hogy átestek a megmérettetésen. Az elején izgultam egy kicsit, de utána teljesen jól kikapcsoltam és tudtam koncentrálni a feladatra. Nekem is ugyanígy volt. Volt olyan is, akinek az időbeosztása jelentett gondot. Számomra a matek az egy kicsit nehezebb volt, mint a magyar, és az idővel is megcsúsztam egy kicsit a matekon, de úgy gondolom, hogy az is viszonylag jól sikerült. A magyarra volt időm átnézni is a végén, és a feladatokat is jól megoldottam. A Fazekas Mihály gimnáziumban mintegy 200 diák írta meg a központi írásbelit. A korábbi éveknek megfelelően inkább készségeket, képességeket mért, a gyakorlati életben előforduló példákat, grafikonok, táblázatok és szövegértési feladatok voltak. A gimnáziumban hétfőn javítják ki a feladatokat, kedden nézhetik meg a diákok a dolgozatokat, és egy napig nyújthatnak be észrevételt a javítással kapcsolatban. Néhányan előzetesen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a vizsgán. Nekik január 27-én lesz lehetőségük a pótlásra. Ha valamelyikük akkor sem tud megjelenni, vagy koronavírus fertőzés miatt maradt távol, február 4-én írhatja meg a felvételit. Folytatódott az oltási kampány. Szombaton ismét előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehetett koronavírus elleni vakcinát kérni a Betlen utcai oltóközpontban. Kiemelten várták az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Ahogy az országban, úgy Hajdú-Biharban is emelkedik a fertőzés szám az Omikron variáns miatt. Ugyanakkor a kórházban ápolt fertőzöttek száma jelentősen csökkent az elmúlt egy hónapban. Igaz ez az intenzív osztályokon kezeltek számára is. Erről Rácz Róbert megyei kormány megbízott beszélt pénteken, Esti Közelkép című műsorunkban. Elmondta, az egészségügyi rendszeren továbbra is nagy a nyomás, hiszen a sok fertőzött miatt több tesztet kell végezniük. Az állam lesz a többségi tulajdonosa a repülőteret üzemeltető Debrecen International Airport Kft.-nek, ha a tervet a városi közgyűlés is támogatja. Ezt szerdán jelentették be Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Magyar Levente miniszterhelyettes arról beszélt, hogy a következő években megvalósuló fejlesztésekkel Debrecennek a régió központi pozícióért folyó versenyben nem akad majd vetélytársa. Kilátás a pilóta fülkéből, ilyen a debreceni reptéren landolni télen. Egy horvát pilóta rögzítette ezt a felvételt. Hamarosan már nem ez a látvány várja majd a landolókat. 2020-ban fogadta el a magyar kormány a Debrecen 2030 fejlesztési programot, amelynek kiemelt eleme a reptér fejlesztése. Ezt egy tavaly kiírt tervpályázat alapján valósítják majd meg. A tervek szerint így néz majd ki az új terminál épület.
és kifutópályát is építenek. A kormány és a város együttműködése ugyan fontos példaköz érkezett. Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium miniszterhelyettese Budapesten jelentette be, hogy az állam 51%-os részesedést szerez a repteret üzemeltető cégből. A város térítésmentesen adja át a tulajdonrészt. A miniszterhelyettes úgy fogalmazott, Debrecen az ország egyik büszkesége. Ez egy olyan alapot ad Debrecen további fejlődésének a repülőtér fejlesztésén keresztül, amely feljogosít bennünket a legoptimistább reményekre azzal kapcsolatban, hogy teljesülhetnek a terveink arra vonatkozóan, hogy Debrecen az évtized végére egy mai helyzeténél is erősebb és jobb állapotban lévő város lesz. A régió gazdasági fejlődése és a növekvő érdeklődés miatt a város jelentős forgalomnövekedésre számít. Pap László polgármester azt mondta, 2019-ben már 600 ezernél is többen fordultak meg a repülőtéren, de a növekedésnek a járvány 2020-ban megállt parancsolt. A tavalyi évben fokozatosan felépülő pályára került a légi kikötő. A júliusban újrainduló járatoknak köszönhetően 75 ezer utas volt. Kötünk egy új típusú együttműködést, szövetséget Magyarország kormányával és a magyar állammal, amelynek elsődleges célja, hogy megerősítse a debreceni nemzetközi repülőtér regionális szerepkörét, megerősítse azt a célkitűzést, hogy a debreceni repülőtér a régió legnagyobb forgalmú és legmagasabb szolgáltatási színvonalat produkálni képes repülőtere legyen. A repteret üzemeltető céggel kapcsolatos kormánydöntés néhány napja megszületett, de az állam csak akkor válik a társaság többségi tulajdonosává februártól, ha azt a városi közgyűlés január végén megszavazza. A Tócóvölgy második üteme, melynek során mintegy 1000 lakás épül, minden elemében jól végig gondolt fejlesztési koncepció. Nem sérülnek sem a közlekedés szervezési, sem pedig a környezeti szempontok. Erről is beszélt Pap László polgármester csütörtökön, a Városházán tartott tájékoztatóján. A Tócóvölgy második üteme a város életét nagymértékben meghatározó fejlesztés. Az ennek során megépülő mintegy 1000 új lakással az önkormányzat megfizethető áru bérlakásokkal tudja segíteni az állandó debreceni lakóhelyen rendelkező fiatalokat, hangsúlyozta Pap László. A polgármester kiemelte, a csaknem 20 hektáros részt nem zöld területből minősítették át, az 40 éve lakóterületi fejlesztésre kijelölt terület. Az itteni bérlakásprogrammal gátat szabnának az ingatlan piaci árnövekedésnek. Olyan bérlakásprogramot tudjunk elindítani, amely zömében nyilván van elsősorban a pályakezdőkre koncentrálva, de stratégiai ágazatokban, például oktatásban, óvodapedagógusok, szociális ellátásban a bölcsődei dolgozók, illetve egyéb pályakezdő fiatalok számára megfizethető áru bérlakások elérését teszi lehetővé. Pap László arról is beszélt, hogy az új terület beépítési intenzitása kisebb lesz, mint a Tócóvölgy első ütemében. Lakásonként legalább egy parkolóhely készül, és a közlekedést is úgy szervezik, hogy a területet könnyen két irányban lehessen elhagyni. Ennek részeként elkezdődik a Kishegyesi út fejlesztése is. A projekt az élhető környezetre is fókuszál. 2 hektárnyi aktív zöld felület mellett 30 ezer négyzetméteres közparkot is kialakítanak az itt élők számára. Aki ezt a projektet az előbb elmondottakat is hallva, megértve támadja, az egyértelműen amellett teszi le a voksát, hogy konzerválni kell Debrecenben a magas lakásárakat. Ezt mi nem szeretnénk. Lehetetlenné teszi azt, hogy az önkormányzat megfelelő minőségű bérlakás állományt tudjon biztosítani stratégiai ágazatban dolgozók számára. A város stratégiailag fontos fejlesztésről szólva Pap László aláhúzta, hogy az minden elemében jól végig gondolt, és Debrecen város egészének érdekeit szolgálja. A tervezetnél korábban véget ért a Portüri utca aszfaltozása. Jól teljesített a turizmus Debrecenben az elmúlt évben. Visszatért a tavaly kölcsönvett szarkofág a Budapesti Szépművészeti Múzeumból a Déri Múzeumba. A hét további fontos hírei jönnek röviden. Jóval az eredeti határidő előtt befejeződött a Portörő utca nagy felületű aszfaltozása. A beruházáshoz szükséges több mint 64 millió forintot az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A korszerűsítés részeként ivóvízrekonstrukciót hajtottak végre, és csapadékvízelvezető rendszert is kialakítottak az utcában.
Várhatóan másfél héten belül véget ér az Arany János óvoda épületének energetikai korszerűsítése. A 334 millió forintos fejlesztés részeként hőszigetelést kapott a födém a falakkal együtt. Új nyílászárókat építettek be, napelemek kerültek a tetőre és központi szellőzőrendszert is kialakítottak. Jól teljesített a turizmus az elmúlt évben, a vendégéjszakák száma ugyan még nem ért el a járvány előtti adatokat, bevételben és eredményességben azonban előrelépett Debrecen a Covid sújtotta 2020-hoz képest. Ehhez a programok mellett az is hozzájárult, hogy a vendégek jellemzően viszonylag későn, és emiatt drágában foglaltak szállást. Visszatért a tavaly kölcsönvett szarkofág a Budapesti Szépművészeti Múzeumból a Déri Múzeumba. Az Amenhotep és Kora című tárlaton szeptember közepétől nézhették meg az érdeklődők a felbecsülhetetlen értékű műkincset. A kiállítást csaknem 70 ezeren látták. Most, hogy véget ért, a szarkofág visszakerült eredeti helyére, és visszakapta lakóját is. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Tóth István nagyváradi fotóművész munkáiból nyílt kiállítás szombaton délelőtt a Parciumházban. Kölcsei Ferenc szülőháza, a falu temploma és az ott élő emberek köszönnek vissza a fekete-fehér fotókról. A több mint 800 éves településnek 350 lakója van. A Sző-Demeter mai arcát bemutató 20 alkotást kimondottan erre az alkalomra készítette Tóth István. Puskás István alpolgármester az egy hónapig látható tárlat megnyitóján úgy fogalmazott, azt a műveltséget, aminek a himnusz köszönhető, a református kollégiumban szerezte Kölcsei, ahol a diákéveit töltötte. Rajta kívül azonban számos író, költő, irodalmi személyiség köthető Debrecenhez. A Cívisváros olyan pontja a magyar kultúrának, ahol számos szál összefut, mondta Puskás István. Negyedik alkalommal rendeztek Csicsergő családi napot a debreceni állatkertben. A hétvégén többféle programmal várták az érdeklődőket. Készültek a színes papagájok a Gibbonházban. A foglalkozáson a gyerekek kipróbálhatták kézügyességüket. Az Afrika röbdében egyebek mellett a marabuval, a szürkenyakú koronásdarúval és a Szent Ibisszel is megismerkedhettek a látogatók. A kétnapos program során tartottak zoopedagógiai foglalkozásokat, és voltak látványetetések is. A Csicsergő családi nap lehetőséget nyújt arra, hogy betekintést nyerjenek az érdeklődők a télen itt maradt, illetve az egzotikus tájakon őshonos madarak életébe. Sorozatban harmadszor is vereséget szenvedett a Deac a férfi kosárlabda NB1 alapszakaszában. A cívisvárosiak szombaton Körmenden kaptak ki 16 ponttal. Mindkét együttes elvesztette utolsó két mérkőzését, és abban a tudatban léphettek pályára, hogy a győztes komoly lépést tehet a középszakasz felsőházának kiharcolásához. Az első negyed után két ponttal vezettek a körmendiek, a második játékrészben pedig további 16 ponttal növelték az előnyüket. A harmadik negyedben a Deac faragott ugyan a hátrányából, de a záró felvonásban a házigazda taktikusan tartotta előnyét, és végül 89-73-ra győzött. A debreceniek jelenleg a hatodik helyen állnak a bajnokságban. A korcsolya és a jég volt a középpontban szombaton este. Hatodik alkalommal rendezték meg a Jégpályák éjszakája elnevezésű országos programot, aminek Debrecen az egyik kiemelt helyszíne volt. A jégcsarnokban jégdiszkóval és jégkorongozási lehetőséggel várták az érdeklődőket, de a Kossuth téri és a Nagyerdei stadionnál lévő jégpályán is volt program. Nagy volt a tömeg szombaton este a jégcsarnok előtt. Ben pedig nagyon jó volt a hangulat. A jégpályák éjszakájára előkerültek a korcsolyák. Hangulatos ez az egész, a zene, a emberek, a világítás. Az éjszakában nyúló korcsolyázás minden korosztály számára remek kikapcsolódási lehetőséget jelentett. Szeretnénk újra kezdeni ezt a sportot, mert az unokánk 5 éves és most tanul, és hogy együtt tudjon jönni a család. A jégcsarnokban meghosszabbított nyitvatartással, kedvezményes belépővel és jégdiszkóval várták az érdeklődőket. Az este folyamán, aki akarta, kipróbálhatta akár a jégkorongot is. Nagyon sok emberrel megismerheti a jégsportokat. Lehetőséget ad arra, hogy ilyenkor is bejöjjenek a gyerekek, felnőttek, együtt korizhassanak, és szakemberektől, edzőktől tanuljanak, ellessék a trükköket. A rendezvénnyel a jeges sportokat szerették volna népszerűsíteni a szervezők.
Itt egy átlagos szombatesti jégdiszkón mintegy 400-an szoktak részt venni. A mögöttünk lévő téli szezon is azt mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, aminek nagyon örültünk, és őszintén szóval meg is lepődtünk azon, hogy a pandémiás helyzet ellenére tényleg ennyien látogatnak ki folyamatosan, és mivel jégkorongos aktivitások is vannak, és két pályán folynak a tevékenységek, így úgy gondolom, hogy egy 7-800 fő ki fog látogatni. Debrecenben a jégcsarnok mellett a főtéren és a Nagyerdei stadionnál lévő jégpályákon is voltak programok szombaton este. Híreink után a várható időjárásról. Hétfőn hideg, de derült idő várható Debrecen térségében. A szél időnként megerősödik, csapadékra azonban nem kell számítani. Hajnalban -9, -11, napközben -1, -3 fok körül alakul a hőmérséklet. A vasárnapi napszemlét látták. Riportjainkat a dehir.hu hírportálon és a Médiacentrum Debrecen mobil applikációjával is elérhetik. Köszönjük egész heti figyelmüket, viszontlátásra!